Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Csütörtök este van. Igen, csütörtök este van. Ahogy ígértem, folytatjuk a Resident Evil Village-et. Hát, elég ritkásan játszunk ezzel a játékkal, valahogy mindig úgy alakul, hogy... Na, nehezen haladunk vele, maradjunk annyiba. De talán most már föl tudjuk venni a ritmust, most már egy picit több időm lesz. És így akkor tudunk többet játszani. Hát persze aztán majd meglátjuk, mert legalábbis a terv az mindenképp ez. Aztán, hogy a kivitelezésben milyen hiba csúszik esetleg, hát reméljük nem fog. Jó, úgyhogy akkor ez a mai program. Majd picit rövidebb stream lesz a szokásosnál, mert holnap van egy pár dolgom, és még elő kell rá készülni. Szóval olyan 10 óra körül szerintem ma berekeztjük a mai ülést. De hát jövő héten majd folytatjuk. Ami már biztos, hogy holnap tutira nem lesz stream. Ugye említettem, hogy lehet, hogy ilyen-olyan okból nem lesz. Most már ez véglegesült, hogy biztosan nem lesz. Úgyhogy legközelebb hétfőn találkozunk. Na de... Egyelőre a mai nappal foglalkozzunk, és akkor folytassuk is. Közben Sherit Adri, köszönöm a beköszönő százast, szia, szép estét kívánok. Igen. Jó, akkor én azt javaslom, hogy folytassuk is. Oké. És akkor itt is vagyunk. Ugye itt össze kellene rakni a gyereket, és ugye egy része már megvan. Igen. És akkor csak belenézek a zsurnálba, hogy hol is tartunk. Igen, 4 részre osztották, és a 4 hát úrnak vagy úrnőnek adták, ugye Dimitrescu, Donna, Moró és Heisenberg. És akkor ugye a Dimitrescu féle már megvan. Ja. Jó. Tényleg csak gyorsan rápillantok. És akkor itt vagyunk az oltárnál, ide kell majd visszahoznunk. És... Hát igen, itt két fele lehet menni. Itt a Moró. És itt pedig, akkor a Beneviento. Szia Nevermind, szép estét. Jó, hát igazából mindegy, hogy merre megyünk. Azt javaslom, hogy akkor gyerünk erre. Igen, itt még ránézek erre, hogy... Oké. Jó, vannak különböző kulcsaink, különböző kincsek. Jó, hát lőszerünk nem nagyon van. Lehet, hogy érdemes lenne venni. Well then, feel free to... Ah yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Oké. Hogy is vagyunk? Ja igen, ezek a tervrajzok, ez most nem kell. Ammo. Miért nem tudunk többet venni? Oké. Ebben meg semennyit nem tudunk venni. Ja. Na várjatok. Azon nem a mi pénzünk. Vagy tele vagyunk, lehet az ér. Hát de. Valami nem világos. Shotgun ammunk nincs.
Vagy csak nincs betöltve. Várjatok. Nem, ebből nincs egy darab se. De akkor... Jaj, hogy nem tudom elrakni. A price volt a cuccok alatt, igen, de hát 24 ezer lejünk van. Tehát elvileg... tudnánk venni. Akkor az a baj, nem tudjuk eltenni. Ez lehet? Lehet, nem tudjuk eltenni. Hát igen. Jó. Na mindegy, akkor így megyünk. Nincs hely neki. Ezért baj, hogy, hogy ritkán játszunk, hogy elfelejtem, hogy hogy kell játszani a játékot. Oké, ezt most fölequipeljük. De akkor miért nem oda teszi? Ja, itt a shortcuttal lehet, jó. Oké, hát mindig akkor a sniper lesz itt. Illetve a handgun. Hát, na mindegy. Oké. Jó, hát akkor én azt javaslom, hogy jöjjünk el ebbe az irányba. Hát... mondjuk azt nem tudom, hogy... ide hogy lehet eljutni. Mondjuk ide se, bár itt lehet, hogy... itt egyszerűbb lenne erre. Jó, akkor jöjjünk inkább erre. Itt délfele. Four wing key. Four winged being. Akkor ide más kulcs kell. Várjatok csak. Ez nem itt van. Aha. Hát igen, ez egy kicsit máshogy néz ki. Ez itt valami madár, ez meg... hát a jó ég tudja, hogy mi ez. Magzat, aha. Jó, hát akkor erre később tudunk jönni. Four winged unborn key. Jó. De mondjuk ebbe az irányba el tudunk jönni. Talán. Mert itt elég sok kaput kinyitogattunk. Hát ez pont nem. De valahogy erre a részre eljutottunk már. Akkor megpróbálunk itt kerülni. De ez is... igen, ez nyitva van. Azt nem tudom, hogy itt erre ki lehet-e... erre nem emlékszem. Ez itt micsoda? Na, kis lőpor. Igen, igen, igen. Itt tudtunk átjutni. Jó. És akkor szerintem erre át tudunk jönni. De mindjárt kiderül. Hát a folyóparton már, mintha jártunk volna. Oké. Mondjuk szerintem nem erre. Nem, nem erre.
itt van valami chest. Ez micsoda? Aha. Jó, akkor szerintem ide még nem tudunk bejönni. Oké. Jó, de hát akkor hogy tudunk lejutni erre délfele? Itt ebben a házban azt írja, hogy még van valami. Melyik házba? Ebbe? Azt, hogy a fenébe jutunk be ide. Hát erre biztos nem. Föl lehet mászni a tetőre. Hát jó, de ezzel még mindig nem tudom, hogy hogy tudok lejutni a folyópartra. De lehet, hogy nem is arra kéne menni. Mert itt be tudtam jönni ebbe az udvarba, ahol belülről kinyitottuk a kaput. Igen, tehát ez itt rendben van, itt voltak a csirkék, meg is öltük őket. Mert én nekem, mert biztos, hogy voltunk itt, mert ebbe a házba tuti voltunk, szóval valahogy le lehet jutni. De ez a kapu be van zárva, meg ez a kapu is. Erről jöttünk. Hát jó kérdés. Tényleg nem látom, hogy hogy jutottunk át ide. Ebben a házban biztos, hogy voltunk, és itt már nincs is semmi. Hát... oké, itt sincs semmi. Ez mi? Scrap. Oké. Hát... már van egy olyan érzés, hogy biztos nem erre kell jönni. Itt van ez a Do Not Enter felirat, ahova be is mentünk. Itt van egy kút, amit kilútoltunk. És erre pedig nem... itt ugye át tudunk mászni. De
De erre biztos, hogy nem jutunk le a folyópartra. Igen, mert itt el se tudunk menni. Itt meg visszafele megyünk teljesen. Hogy jutunk le ide? Mindegy, visszamegyek oda a kapuhoz, mert... Hogy akkor a másik irányba kéne menni, és később lesz meg az a kulcs. Mivel délfele megyünk. Nem tudok átmenni. Nem tudom. Ja, itt minden kapu le van zárva. Valószínűleg ez egy shortcut lesz, tehát ez majd a másik irányból ki lehet nyitni. Hogyha ott végeztünk. Ezen a házon biztos nem lehet átmenni. Mondjuk itt még írja, hogy van valami. Ja, lockpick. Oh. Shotgun ammo, de nincs helyünk. Hát nem tudom, dobjuk ki ezt a kést. Ezeket nem tudom stackelni. Na mindegy. Jó, nem lehet kidobni. Igen, ott van, át van húzva az a kuka. Jó, akkor marad itt. Kész. Házat megkerülni, hát... Nem igazán. Itt semmi nincs. Van, szerintem még a kulcs hiányzik, azt lehet, hogy a másik helyen lehet összeszedni. Szerintem ennyi a dolog. Tehát ez a kulcs hiányzik. Ja. Igen, semmi cucc nincs nálunk, ami érdekes. Mindegy, akkor eljövünk erre. Vagy fölfele. Hát, mindegy, megnézem, hogy erre eljutunk-e valahova.
Jó nagy labirintus ez az egész. Na, ez is kulcsal van zárva. Hát... valami tippet adhatna, hogy milyen kulcsal. Hát lehet, hogy valami enemitől kéne elvenni. Ide még benézünk. Semmi. Jó. Hát még ide le lehet jönni. Hát a kérdés az, hogy van-e értelme. Nem is tudom, itt nem is voltunk szerintem. Az nem ide való. Jó, ez is kell valami szerkezet. Jó, hogy az át tudjuk menni. Hát itt sincs semmi. Nem tudom, hogy ide le lehet-e jönni. Nem lehet. És erre se lehet. Na nem baj, akkor megyünk tovább. Én most egy szinttel föntebb kerülünk. Ez a Ceremony Site. Igen, az a minta nagyon ismerősnek néz ki. Jó. Itt jöttünk ki szerintem. Visszabb volt elágazás. Ó, tényleg. Ó, oh. Itt egy láda. Sniper ammo. Ja, itt csak ez van. Oké, okay, hát... akkor egy zsákutca. Alapvetően. Na, csak az a kérdés, hogy akkor merre kell menni? Hát itt éjszaknak. Nem tudom, hogy ez nyitva van-e. Elvileg ez van kulcsunk, mert ilyenünk van. Ja. Akkor erre kell jönni. Jó. Jó, benőtte a ginger ezt a helyet. Ez szakkifejezés, csak mondom. Remek ez a hely.
Nem esünk le. Oké. Ethan. What? Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Hmm. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Okay. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Azon panaszkodik, hogy mindenki elhagyja. Még Rose is. Valami Beneviento. 87-től 96-ig. Oké. Am I losing it? Hát az könnyen lehet. Give up your memories. Hát ide mit kéne beletenni? De ez ilyen postaláda lenne. Nézzünk szét, meg közben gondolkodjunk. Up your memories. Hát mi az, ami ilyen lehet? Egy fotó? What's going on? Oké. Hát igen, egy fotó az egy emlék lehet. Jó. És egy lift. Na hát. Ki gondolta volna, hogy... hogy valami gond lesz a lifttel? Szóval mi szó, azért ilyen helyen én is laknék. Kicsit óvatosan kéne részegen hazajárni, de... hát nem kell részegen hazajárni. De, na, ez a megoldás.
Jó, hát akkor ez a Beneviento ház. Hát nézzünk szét akkor. Hogyha babákat gyártana? Jó sok baba volt itt az út közben. Tányér a falon. Jó, hát nézzünk szét. Ott van egy láda. Nem tudunk elérni. Itt is ez a baba. Gyerekgyáros. Ez mi? Hát valami növénynek tűnik. Oké. Okay. Ezek ilyen, hát filmtekercsek, talán annak tűnik, azokat rakják legalábbis ilyesmi dobozba. Jó, itt nincs semmi, visszacsukjuk. Jó, menjünk tovább. Ó, ilyen szép alma. És itt nincs valami fiók. Jó. Gyerünk tovább. Hát a tapéta már eléggé válik le. Időszerű lenne újra tapétázni. Na hát itt sincs semmi. Ezt is becsukjuk. Itt egy lift. Ez meg egy zárt ajtó. Jó, ezt a liftet jegyezzük már meg, hogy itt van. Csak mert majd... szerintem arra kell tovább menni. Csak még itt körbejárok, hogy... nehogy valami kimaradjon. De szerintem itt jöttünk be. Így van, ebbe a szobába itt jöttünk be. Jó, fel lehet menni a lé... fel lehet menni a lépcsőn. Ez egy csendélet. Jó, ez is zárva van. Oké, és hát akkor menjünk fel a lépcsőn. Miért félek én ezektől a festményektől? Minden recseg, ropog a padló. Oké. Itt van egy csomó doboz, el van tolla, szóval ez az ajtó. Jó. Nézzük itt mi van. Hát ez egy ilyen hálószobaszerűség. Eléggé le van pukkanva ez is. És így sincs semmi. Hát köszönjük.
Jó, hát itt sincs semmi. Akkor valószínű marad az a lift. Egyelőre más opciót nem látok. Van lemezjátszójuk. Az vagány. Meg itt az óra... Mi ennek a neve? Grandfather Clock, ugye? Azt hiszem Grandfather Clock. Azaz, igen, igen. Jó. Na hát akkor... nézzük meg ezt a liftet. Menjünk lefele. Lehet, hogy ez a ház csak egy ilyen izé volt, ilyen álca, és lent valami szuper titkos a laboratóriumban. Elment a lift. Valami zörgést hallottam. Bár ez itt nem meglepő. Ez meg mintha ilyen vetítő vászon lenne. Ez pedig egy vetítőgép. És egy film hiányzik. Mondjuk ezek valószínű fényképek. De egy hatos pak hiányzik. Jó. Hát a vetítővel most nem tudunk mit csinálni. Nem tudom. Jó, akkor megyünk tovább. Erre jövünk. Itt is egy szekrény, de ezt nem tudjuk kinyitni. Itt egy óra az asztalon. Negyed 11 van. Oké, ez zárva van. Hűha. Oké. Ó, itt tudunk menteni. Nagyon jó. Ó, közben Dr. Mark Boy. Szia, üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm a 21 hónapot. Már kimondani is sok. 21 hónap. Ez igen. Köszönöm szépen. Csávónak miért ilyen zaklatott a légzése amúgy? Most ezt miért vettük le? Ez
Ez... Oké. Oh. Egy kulcs. Ott egy gyűrű. Hát nem tudom, miért szedjük szét most ezt a babát, de nem baj, szétszedjük. Oké. Okay. Blood covered ring, tehát egy véres gyűrű. A túl szoros a kötés, valamivel le kéne, szét kéne szednünk. Hát... Nem, ezekkel nem lehet. Nézzük, mi van a szájába. Kell valami, amivel kivesszük. Hát mondjuk a kezeddel. Ó. Oh. Is this a doll of Mia? Hát úgy tűnik. Na, szerszámok kellenének. De gondolom az itt nem lesz. Ugye kell egy kulcs. Hát, itt valami, ez ilyen virágnak tűnik. Gondolom, hogy nem ide, nem ez kell ide. Jó, itt semmi. Bezárt minket, nagyon jó. Jó, hát nézzünk el erre, hát ha itt vannak valami szerszám. Ugye kell valami, ha le tudjuk vágni a... Ó, ide meg kell medál. Na várjatok. Aha, ide kell tenni valamit. Ott a lábába volt valami, vagy a karjába, nem? Ah, szia para, hello, hello. Vagy ez csak egy ábra, hogy a három becsukott szem. Hát, próbálok itt körbenézni, de... Különösebben nem látok semmit. Ide meg valamit még be kéne tenni, hogy kinyíljon. De ezek mik? Itt van egy ilyen madár, egy amolyan madár. Ah, tehát ez akkor ötféle van. Van ilyen felső nézetes. Van így, hogy oldal, egyik oldal, másik oldal. Meg amikor csak ácsorog. Itt meg van ez a három csukott szem. Az egy szem.
A három nyitott szem, az egy nyitott szem, meg a háromból egy nyitott szem. Hát ide meg kéne valami. Igen, Márba egy kis türelmet kérek. Szerintem egy olyan 2-3 hét és újra lesz, mivel játszak Redeem, csak annyira összeszaladt, hogy most... most kicsit leállítottam a dolgot. Hát az a baj most jelen helyzetben, hogy nem tudom, mit kéne csinálni. Ugye minden cuccunkat elvette a... ez a baba. Vagy hát, igen. Na. Igen, tehát látjátok, hogy semmi nincs nálunk. Ez a kettő. Tehát van egy gyűrű, meg egy hátkulcs, winding key. It looks familiar. Ide kell egy számsorozat. Szerintem az, azzal valamit ki lehet nyitni. Felhúzó, igen. Nem kulcs, persze. A kérdés, hogy mit lehet vele felhúzni. Mi kétjeg? Ez az óra kétjeg. Mondjuk ezt föl lehetne vele húzni. Ó, még ezt is lehet, várjatok. Ó. Jó, szerintem ezzel lehet ide bejutni. Oké. Na, mondom, hogy itt egy titkos laboratórium van. Gyorsan körbe is nézünk. Mikroszkópok. Hát, ilyesmi mikroszkópom volt nekem is, csak kicsivel újabb. Oké. Egy mérleg. Megmosjuk a gyűrűt. Ah, ez egy jéggyűrű volt. És akkor most... van valami extra info ezzel kapcsolatban? Ott van benne egy gyémánt. Ó, csak nem. 05-29-11, ez egy dátum, szerintem.
ezt a számsorozatot, meg majd lehet, hogy kipróbáljuk ott az ajtónál. Oké, ez pedig a túloldalról van bezárva. Hát reméltem, hogy nem esik ki innen valami hulla. Jó, akkor menjünk vissza. És akkor próbáljuk ki ezt a számsorozatot itt. Mi volt? 05? 29? És 11. Ha! Remek. Jó, innen ki tudunk jönni, de a kérdés az, hogy erre miért nem... Lehet, hogy később kell erre jönni. Ja, ja. Lehet, hogy most itt megváltozott valami a házban. Köszi, Edith Adri. Sikerült megjegyeznem. És ha én nem akarok bemenni, akkor mi van? Na jó, bemegyünk. Ez egy ilyen raktárféle. Itt egy papír. Egy emlék Ethan-nel. But this music box no longer plays. Oké. Okay. Ah, lehet ezt kell majd felhúzni. Why is this here? Nem jó a sorrend. Hát... Mintha a karcolások... Aha, a karcolások szerintem segítenek. Na lássuk. Ezzel ki tudjuk venni a szájából a cuccot. Oké, gyerünk vissza. Nyisd ki a szád. Ó, még a szemét is lehet. Oké. Jó, ezt se vettem észre. Jó. Hát ez a madár repül jobbra. Ugye? Jól látom. Oké. Nem vettem észre. Nem alaposan néztem meg. Oké. Okay. Szerintem ez a film hiányzott onnan. Mit nem mondhat el?
gyorsan még körbejárom egyszer, hogy... Ahogy valami izé. Jó, akkor szerintem most vissza kéne menni. Most vissza kéne menni oda, ahol a filmek vannak? A lifttel kéne, gondolom. Igen, csak ez most nem működik. Danger. Jó, hát akkor még úgy tűnik, hogy nem mehetünk vissza. Ja nem, itt vannak a filmek, oké. Okay. Hmm. Our happy family. És akkor gondolom a sorrend is fontos. Rose legjobb barátja. Hát... szerintem az van most nálunk, a kismaci. Nyilván. She really likes this fairy tale. Nagyon szereti ezt a tündérmesét. A számunkra a világon a legfontosabb dolog. Egy esküvői ajándék a nagymamától. És... Ethan örökké tartó szerelme. Bizonyíték rá. Szia Ninja Raccoon, szia szia. Oké. Jó, hát akkor... Village of Shadows. Szerintem... Na várjatok. Még egyszer. Rose's best friend in the world. Az biztos, hogy a Maci. Nagyon szereti ezt a fairy tale-t. Szerintem az lesz a... Ez a Village of Shadows. Igen. The most important thing ez a gyerek. Wedding grief from grandma, és a gyűrű lesz az ötödik. Igen, hát szerintem így akkor. Ez egy kút. Talán. Ó! Egy titkos ajtó. Jó, mintha egy üres bölcsőt láttam volna. Hát ha az volt. Meg egy ilyen kútszerű valamit, amivel lehetett menni. Na most nem tudom, menjünk-e vissza, vágjuk le a nőről is, vagy a babáról is a bandage-et, mert lehet, hogy most innen nem tudunk kimenni. De. Akkor vágjuk már előbb a nőről a bandage-et. És akkor utána tovább megyünk. És akkor itt van, amit be kell tenni, ez a Brass Medallion.
Nem tudom, mi történt itt Miával és Rózzal. Ja, erre. Oké. Na. Bemennék. Halló? Foglalt. Ah, jó, jó reg tekerő tárcsás telefon. Ah, ide kulcs kell. Ja, valamit oda be kell tenni. Hát gondolom egy magzatot. Magzat? Csecsemőt. Igen, az az előtte lévő lépés. Jó. Itt nincs semmi. Akkor ezt nyissuk ki. Ó, és ez lesz a shortcut. Oké. Okay. Na. Akkor szerintem csináljuk azt, hogy menjünk be azon az ajtón, ahova most már megvan mindenünk, elvileg. Na. Szóval három csukott szem, kéne egy jobbra néző madár. Ez. Amelyik éppen repül. Ide meg betesszük ezt. És az ajtó kinyílik. Ú, de sötét van. És itt a kút. Meg az üres bölcső. Jó, menjünk le akkor. Breaker box key. Breaker. Az a biztosító szekrény, mondom. Hát menjünk.
Ez mi a fasz? Hagyjál! Mi ez? Kikerüljük. Jó, ez még nincs semmink. De nem érdekel, megyünk. Itt nem tud úgy se átjönni. Hol vagyok? Hol vagyok? Hol vagyok? Oké. Ez az. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó. Kell egy biztosíték. Igen, Nevermind. Kírja, hogy 4826 gram és 36 centi. Igen, és nagyon szép, és az anyuka is jól van. És ott van úgy, olyan szinten meggyötörve. Hát, ha itt lesz biztosíték. Ah. Kis fokhagyma. Oké, és ez megint egy hálószoba. Hát a gyümölcs már egy kicsit oda van. Ó! Oh. Na jó, de én ezt ha innen kiveszem, akkor itt sötét lesz. Micsoda megállapítás, mi? De hova? Hova? De hova? Hova tudok menni? De nincs fegyverem. Tehát nincs fegyverem. Jó, innen jövünk. Bebújni a szekrénybe nem lehet. Ja de... Ágy alá. Aha.
Köszi. Na gyere te. Nagy gyerek. Most már nagy a arcom, mi? Hogy tudom, hogy mit kell csinálni. Akkor próbáljunk meg az ágy alá. Hát mondjuk... Hát próbáljuk meg. Mondjuk ágy alatt mindig megtalálják a... A filmbe is, a aki oda bújik. Mondjuk innen tudok menekülni. A szekrényből nem tudtam volna így kijönni. Jó. Mintha ott azok a szekrények nem lettek volna ott eddig. Most eltorlaszolta az utat. Igen, erre biztosíték be. Lift. Lift. Miért nem tudom hívni a liftet? Gyerünk már, gyerünk már! Oké. Milyen kedves volt. Nem vicces. Jó, hát menjünk tovább. Nem is tudom, hogy merre van a tovább. Oké. Don't leave. I can't let you. Fasza. You're still alive. Before my friends murder you. TikTok. Your life's on the line. Wait. Try and find me. Bocsánat. Ott van a kis geci. Bocsánat. Mármint, hogy... Na mi van? Megharapott.
monster. Ki ment? Na vajon merre ment? Mint ott vérfoltok lettek volna. Te én most körbe-körbe megyek amúgy. Nagyon úgy tűnik. Vannak a vérfoltok pedig. Fölfel már voltunk. Itt nincs. Vagy most akkor fölfele megint? Nem hiszem, de megnézzük. Nem. Mia, we'll make things right. What? És adta a gyereknek egy darabja. I need to get out of this place. Okay, ez pedig a kulcs a következő helyszínhez. Yep. So that's who was behind all this? That makes two. Azok a lábai voltak, jól láttam. Elviszük. Eladjuk a bótosnak. Hú, na jó van. Erre még elnézek. Nem, itt nincs semmi. Ott egy kecske. Jó, na mindegy. Meg pár hordó bor. Akkor gyerünk tovább.
Hát igen, ezek a rögő babák elég rémisztőek. De legalább megvan a másik darabja is Rose-nak. Ez olyan loading screen gyanús lift. Oké. Na, akkor menjünk vissza oda abba a hub area-ba. Oké. Sun and the Moon Ball. Ez nem néz ki túl jól. Maradjunk annyiba. Shit. Hol vagyok? Ja, jó. Mi szörcsök? Ó. Oh. Cseréljük le. Egy akna. Oh, de nem cserélte ki. Ja, ez nem lehet, nem lehet kidobni ez sem. Ah. De miért nem lehet?
Jó, mindegy. Jó, ezt ide lehet húzni, ne üljenek be. Jó, hát nem különösebben érdekel. Jó, menjünk vissza, menjünk tovább. Erre, ugye? Hát, lehet jönni erre is. De akkor egy másik házhoz jutunk. Ó, itt egy kút. Na, ebbe vajon mi van? Egy babának a feje. Oké. Egy kis pénz. Nézzük, mi van a budiban. Semmi. Remek. Ó. Még egy ilyen. Ah, ide kéne betenni ezt a... Igen. Jó, oké. Óvatosan. Oké. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Oké. Szuper. És egy ilyen Onyx Skull. Skull. Ah, jó, ez is megvan. Explosive rounds. Ez valami robbanószer. De semmit nem tudok, most ezeket nem tudom kidobni. A lőszert nem tudom kidobni. Itt van a pulykahús. Jó, gondolom valami ízébe kéne letenni. Na, oh, kulcs. Luthier's Key. Szerintem ez a kertész. De majd mindjárt kiderül. Oké. Okay. Tehát a Donna most már Mother Miranda. Adoptált, örökbefogadott lánya. Boldognak tűnik. Hello, Kekerényi, szia, szia. Oké, okay. Igen, akkor ez a kertész. Oké. Okay. Tehát kaptunk tőle sárga virágot, és megkért minket, hogy ültessük el a kertben.
Érdekes. Tehát a Claudia sírjához ültette el, és úgy érezte, mintha a volt feleségét látná, az elhunyt feleségét. Nem, nem kekerényi a sör, az fake news. Nincs, ma nincs sör. Jó, mentsük el. Oké, és na. Akkor elvileg megvan a kulcs a kertész től. Mármint, hogy tudjátok, ott kellett egy, van egy ház a faluba lent. És ott írta is, hogy a kertész. Hát le nem kéne így rohanni ezen a hídon, na mindegy most már. Kis péntek van? Hát igen. Én nem nagyon akarok itt dogálni, mert holnap megyek oltásra. Ah, itt most csak átszaladunk. Na. Remélem nem jönnek utánunk. Bocsi. Na. Szavaz. Look familiar to you. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. Nem esek tudunk venni egy csomót. Thank you for your purchase. Elvileg be. Én legalábbis úgy kértem, hogy be oltás legyen, ne pedig leoltás. De majd meglátjuk. Tudnánk fejleszteni a fegyvereinken is. Hát a power az... Miért is ne? Megnyomhatunk a Rate of Fire-ön is. Jó. Till next we meet. Szavasz. Jó, na tegyük vissza a gyerek lábait. Oké, és akkor elvileg mehetünk tovább ebbe az irányba. Jó, de még mielőtt erre mennénk, elmegyünk a kertésznek a házához. Nem a kertész házához, hanem a... Na, értitek? Tehát oda... Hát, ha oda találok. Az elvileg... Hát, talán ez volt. Hát, na mindegy, megnézzük. Megpróbálom megtalálni. De ebbe a faluba olyan nehéz bármit is megtalálni. Jó, hát az tudja, hogy nem erre volt. Itt nincs semmi. Oh. Szia, Kambri, szép estét! Hát szerintem ez a ház volt, mert ide nem tudunk bejönni a csukott kapu miatt.
Úgyhogy csak ide tudunk jönni. Ja, ja. Hogy is volt itt? Át kell jönni ezen a házon? Talán. Nem. Hogy jutottam át a múltkor? Erre. De itt voltunk most. És erre elvileg nem lehet. Esetleg itt. Nem, itt se. Vagy itt? Lehet, hogy itt. Aha. Na, erre kiukadtam ugyanoda. Eltévedek. Mindig eltévedek. Ó, lehet nem is az a ház volt amúgy. Nem biztos, hogy nem ez volt. Nem a templom volt. Hát akkor kizárásos alapon szerintem ez lehetett, nem? Na, egy olyan ház, amiben még nem tudtunk bemenni. Igen, erre. Na, át kell menni ott a traktor alatt. És szerintem itt. Itt lesz valahol. Legalábbis gondolom. Nem. Mondjuk itt is itt van egy láda. Micsoda hangok. Az ott egy malac. Na jó, menjünk. Szerintem valahol itt van amúgy. Szerintem ez az. Igen, ez az.
Oké. Na nézzük, mi van itt. Ó. Oh. De kedves. Itt egy rezsó. Töltény. Nincs hely. Jó, mindegy. Micsoda szerszámos. Elveszük a pénzét. Ó, és egy csomó gitár. Én gitárokat is készít a fickó. Ez mi? Ó, jó, ez a... Aha. Mi nézem azt, hogy ez a szám fontos lesz. 76, 39, 34. Sose felejtem el az 5. születésnapját. Várjatok már, mert... A kulcs elveszett. Keresek valami számot. De nem hiszem, hogy ez 1600,25 lej. Hát beírhatjuk, de hát meglepődnék. Hát lehet, hogy ez a szám valahol máshol lesz majd. Hát vagy... És volt 27... 09... 17... Na! Ó! Az vagány. High capacity mag. Oh, ez az inventory, ez egy fos. Már bocsánat, hogy így mondom. Tehát... Na jó, mindegy. Oké is. Jó, legalább benéztünk ide is. Na. Oké. Merre is megyek? Igen, erre. Kambli lélegzett visszafolytva figyelik az eseményeket. Azért ilyen csöndes a chat. Plusz helyet?
Azt megnézem. You wish to make a purchase? This is all an investment, Ethan. Ez az, amit én tudok eladni. Gondolom. Igen, hát még ezeket akár el is adhatnám. Jó, Gunsmithy. Nope. És itt van a supplies. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Na most megkívántam a halat. Free favored meat day. Hú, ezek valami nagyon román kaják. Vegyek bővítőt, de azt hol tudok venni? Ja, ez. Come now. I'm a merchant after all. Ugye ez az. Extra baggage. To hunger. Ah. És akkor ezeket most el tudom adni. Hát Dimitresket nem adjuk el. Engi, hát szerintem az se. Hát remélem ezek nem kellnek. Gondolom akkor nem lehetne eladni, hogyha quest item lenne. Hát a rúzsát se adjuk el. Ezt nem adjuk el, mert ezt mondtátok, hogy majd jól jöhet. Lockpicket se. Ez se. Nyilván a lőszert se. Fegyvereket se. Jó. Oh, you've brought in something special. Na. Oké, okay, inventory expanded, és megint lehet. Ah, so you noticed that. Oké. Okay. És akkor most már. Please come again. Hát köszi a tippet, hogy bővítsek. Bővítettem. Kambli raviolihoz cidert inni szerintem egy gasztronómiai pucs. De ahogy gondolod. Tehát raviolihoz valami fehér bort kéne, nem? Jó. Akkor jöjjünk el ebbe az irányba, kicsit szétnézünk. Ahogy mondtam, most egy picit rövidebb lesz a stream, úgyhogy ezt a részt fogjuk még itt körbejárni. És... Szóval, ahogy mondottam is, ezt a részt fogjuk körbejárni, ha nem rágja le a lábunkat valami ilyen akármicsoda. És egy kicsit lootolgatunk. Oké. Okay.
I'm sorry, Louisa. Oké, hát nem tudott tovább haladni. Ó, itt egy létre. Valahol itt van. Ott van. Shit! Arra nem volt szó, hogy te ide föl tudsz ugrani. Semmi nem érdekli. Hát végül is megöltük. Oké. Talán így már egy kicsit nyugisabban tudunk majd itt körbejárni. GG. Hát... a nagy ellenállás nem tanúsított ott át, alapvetően. Lehet, hogy nem is akart semmi rosszat, csak játszani akart, vagy ilyesmi. Na, ott is vannak csirkék. Szerintem ide se ez kell. Nem. Ez mi a... ja. List. Oké. Tiszta vér minden. Jó. Hát közben ránézek a térképre. Van még egy. Hát, szétfröcsögött. Nincs valami zene? Nincs. Jó, nézzük meg fönn mi van. Döglött galambok. Vagy varjak inkább. Oké, menjünk tovább. Mint aki lehetne ugrani. Aminek azért nincs értelme, mert ki lehetett volna jönni az ajtón is. Na hát jó, menjünk tovább. Oké.
Oké, és akkor itt tudok visszajönni a faluba. És hát nem lehet shortcutot nyitni. De az a fura, hogy ebbe a házba pedig már voltunk. Jó, na ezt a házat kéne még egy kicsit jobban körüljárni. Hát igen, itt a csirkéket lehetne még kilútolni. Csak innen nem férek hozzájuk. Ja, a másik oldalon meg a kapu van a... azzal a... amit ilyen kerékekkel, fogaskerékkel, vagy nem tudom mivel kinyitni. Ami nekünk nincsen. Ja. Sajnos, ilyenünk nincsen. Jó, na. Merre menjünk tovább? Oké, ezt megnéztük. Hát itt akkor lehet, hogy csorogjunk le egy kicsit itt a folyón. Melyik irányba? Hát erre. Vegyem fel a kincset? Hol? Ezt? De oda át tudok menni? Ah, itt igen. Ja, jó. És igen, ez van kulcsunk. Ugye? Oh. Oké. Na, és most már mindent föl tudunk venni. Zsír. Szuper. Elkérheted a Prog 2 videókat, Sherit Adri? Hát, az a baj a Prog 2 videókkal, hogy azok nagyon nyersek, hogy úgy mondjam. Valami be van zárva. Itt meg még valamiért azt írja, hogy valamit még nem lootoltunk ki. Ah, egy lockpick. Hogy erre egyáltalán nem lehet akkor átjutni. Jó, na mindegy. Kés. Akkor ez visz vissza ide a
Erre a részre. Okay. Jó. Valami nagyon érdekes szmütyi van itt. Lőjük szét. Na várjatok. Hát igen, szétlőttük. Erre lehet menni. Nem, erre nem lehet menni. Jó. Itt egy szélmalom. Szétlőttük a létrát is. Nem. Jó, azt hittem. De a létra túlélte. Oké. Malacok. Na, ezt kinyitjuk, hogy ne itt kelljen bejárni. Oké. Anyád! Már mondj, akarom mondani. És továbbra sincs ilyen izénk. Jó. Menjünk be ebbe a malomba. Rezervoár elevator. Gyorsan még ide lenézünk. Mondom, erre kell majd tovább menni. Igen. Oké, ez egy lift. Jó. És ide még benézünk. Ó, és itt is van egy ilyen... ilyen puzzle-szerűség, csak ez most nincsen semmink. Szóval valószínűleg majd később tudjuk megszerezni, hogy haladunk előre. Oké, jó, na. Itt egy mentés. Én ezt itt most el is mentem. És, ahogy... be is harangoztam, ma egy picit hamarabb megállunk a szokásosnál, mert ahogy mondtam, holnap még van dolgom, és arra a holnapi dologra még elő kell készülnöm. Úgyhogy ma megállunk. Az FPS az köszöni szépen jól van. Mindjárt jó lesz, várjatok. Hát nem lett jobb. Na mindegy, akkor én ebből a játékból most elegánsan kilépek. Jó, oké, és szóval ahogy mondtam, ma megállunk, mert hogy... mondom, ahogy mondtam, holnap sok dolgom van. Hétvégén viszont nem lesz stream, se holnap, se szombaton, mert több oka is van, nem csak a
amit mondtam, hanem sok más egyéb. De mindegy, haladtunk ma szerintem elég jól, ugye további alkatrészét találtuk meg a gyereknek, folytatjuk, szerintem hamarosan meg lesz a többi is. Oké, szóval jövő héten találkozunk, én nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Ahogy mondtam is, akkor hétvégén nem lesz stream, ezért én kívánok nektek már így előre is jó hétvégét, de hát ugye csütörtök este van, szóval tulajdonképpen ez már a hétvége, ugye? És akkor szerintem hétfőn találkozunk, de a menetrendet meg a programot hétfőn délelőtt kiteszem, és akkor majd látni fogjátok. Az biztos, hogy a Village-et folytatjuk, tehát a Resident Evil Village-et fogjuk folytatni, valószínűleg hétfőn. Szerdán ugye a Life is Strange True Colors-t, a többi napon meg majd meglátjuk. Lehet, hogy elővesszük a Hellblade-et. Hát majd meglátjuk. Az most nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra a játékra. Szerintem az lesz. Oké is. Na, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kívánok nektek további kellemes estét és kellemes hétvégét. Na, sziasztok!